Láthatóan megnyugtató utánpótlása van a magyar sportművészetnek. Igaz ez akkor is, ha technikai feltételek a szakosztályokban kiválóakat hagynak maguk után. Mindenről a Diák Olimpia versenybizottságának vezetőjével, Kéri Attilával beszélgetünk. Amit tapasztal, azzal nagyon elégedett vagyok Bonyhádon. Nagyon nagy létszámban tudtak megjelenni itt a fiatalok. A 20 megye, mintegy 450 sportolója lőtt, illetve lő a mai napon itt ebbe a fantasztikus szép csarnokba. Azt egyébként el kell mondanom, hogy olyan sokan vagyunk, hogy nem csak a csarnokot laktuk be, hanem mellette van egy nagy ilyen felkészülési terem, ami 50 méterszer 30 méteres, és ott is szinte talpalatnyi hely nem maradt, olyan sokan vagyunk. A sportág népszerűségével nincsenek problémák, de ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, sokat kell tenni már említett technikai javításért. A lőterek szinte csak az MHS-nek a megszűnésével, illetve azok a lőterek, amik üzemeltek, nem feltétlenül tudtak fiatalokat fogadni. Minden sportban az utánpótlás az egy nagyon nehéz kérdés. Az utánpótláskorú lövőnek, vagy sportolónak nem elég azt mondani, hogy ott van az edzőterem, és mennyi csináld a magadét, hanem ott kell álljon valaki, és segíteni kell a fejlődését, és nagyon sok lőtéren az sincs meg az a feltétel, az edzői feltétel, hogy ki tudják nevelni a megfelelő utánpótlást, és ez szélesedik hónapról hónapra, évről évre egész látványosan. A 450 induló az önmagában egy nagyon szép szám, de megyékből, minden egyes megyéből három fő juthatott be az országos döntőre. Budapestről a duplája, viszont az egész rendszerbe való nevezés az 1075 sportoló volt, ami hát álmunkban nem gondoltuk volna, hogy elérjük 2020 előtt ezt az ezres határt. Bonyhádon a Petőfiben alapvetően az atlétikára büszkélkedhettek. Várhatóan fölzárkózik hozzá a lövészet is. Most már körülbelül egy olyan 7 éve most már benn vagyunk az országnak a vérkeringésébe, és hát egyre jobban fejlődünk, egyre több versenyre megyünk, és ebből adódóan megismerkedtem nagyon sok emberrel, megismerkedtem a szövetségben a szövetségi vezetőkkel. Így került aztán a Diák Olimpia az atlétikai csarnokba. A Bonyhádi Petőfiben többen is kimagasló szinten műzik a sportágat. Két olyan lányom van, amelyik említésre mondanám, a Péter Eszter és a Kvel Izabella, és a fiúknál pedig a Hinek Dominik és a Herceg Csabi, aki kiváló tehetség, és azt mondom nekik, hogy ha ezt folytatják tovább, bármi lehet. És most is, hogyha megnézzük ezt a mostani lőversenyt, akkor elmondhatom, hogy hát egyénileg jól lőttek, de csapatban inkább nagyobb sikerünk lehet, mint egyénileg. Péter Eszter ezúttal is kitett magáért, hiszen dobogóra állhatott. Nekem sokat jelent az, hogy itt lehetek. Ugye az is nagyon jó, hogy itt rendezték meg itt Bonyhádon ezt az egész versenyt, így nem kellett nagyon korán kellem, és így kipihenten tudtam fölkészülni a versenyre. És már nagyon régóta vártam, hogy így megmutassam azt, hogy igazából mit is tudok, mert tavaly kicsit lecsúsztam így a versenyről, és nem sikerült időben nekiállnom felkészülni, és nem lett olyan jó eredmény, viszont tavaly is másodikak lettünk csapatban, így a gimnáziumnak a csapata, és ott is csak egy ponttal csúsztunk le az első helyre, úgyhogy most reméljük, hogy most csapatban elsők leszünk, és eddig úgy van, hogy harmadik vagyok egyéniben. Engem kikapcsol, lehet, hogy én úgy élem meg, mint mondjuk más azt, hogy elmegy egyet bulizni, vagy hogy leül rajzolni, vagy hogy elolvas egy könyvet, engem ez kapcsol ki. A versenyzők sikere mellett az is sikernek mondható, hogy a szövetség lehetséges helyszínként jelölte meg Bonyháton egy jelentős nemzetközi verseny megrendezésére.